Kedves nézőink, köszöntöm Önöket, a Szentes Televízió pénteki műsorát látják. Mai adásunkban a Szentesi Szalon és a Szentes Annó fog jelentkezni. Hogyha felkeltettük az érdeklődésüket, akkor tartsanak ma is velünk. Kellemes időtöltést kívánok mindenkinek a műsorunkhoz. Ez már a Szentes Televízió napi aktuál rovata. Mai rovatunkban folytatjuk a Tóth József Színház és Vigadó Szentesi Szalon elnevezésű programját, ahol Kovács Kálmán volt válogatott labdarúgó volt a Sportcsillag sarok vendége. Tekintsék meg most a beszélgetés második részét. Na, beszéljünk még a mai futballról, csak visszakanyarod a Flórihoz, aki egy fantasztikus futballista volt. Jártam a Franc futball szerkesztőségében, játszottunk velük egy meccset, mint újságíró válogatott. Nyertünk egyébként. De mi bezilabdába? Sakban. Belépve a szerkesztőségbe, az első kép, ami fogadott, hatalmas Flórinak a fotója. Hiszen ő nyerte elsőként ugye az aranylabdát, és a Franc futball labdája. No, ennyit róla. Várja, akkor még maradjunk ennél a témánál. Azt említetted, hogy a sakk, nem tudom, hogy gondolom, ez csak vicc akart lenni, de nekem a... Szerint vicc, igen. Igen, de nekem nagyon tetszett, mert... Én most általános iskolában vagyok testnevelő tanár, hogy valahogy összekössem a napjainkkal is a történetet. És nekem mindig az a gondom, hogy amikor én gyerek voltam, akkor elmentünk edzőtáborba, vagy bárhova, bármilyen táborba, Jugoszláviába, NDK-ba, bárhova, akkor két dolgot tudtam, hogy a magyar gyerek jobban pingpongozik, mint az ottani, meg jobban sakkozik. Én azt gondolom, hogy jobban focizik is, de mindegy. Most már semmit nem tudok, hogy a magyar gyerek mit csinál jobban. Most már azt látom, hogy az osztrák gyerek meg a német gyerek az röplabdázik, a miénk meg nézik, és süttetik a napukat, vagy a hasukat a tengerparton. Na és ebből szeretném azt, hogyha egy kicsit kinőnénk, és jó lenne, hogyha lenne valami arculatunk, amit még mindig tudnánk mondani, hogy a sakkba ott tudunk lenni, bár most azt hiszem érmet nyertünk a valamelyik sakkolimpián. Igen, illetve ha jól emlékszem, akkor Zóna közi döntőt játszhat a Raport. Az igen, de azért te is emlékszel egy Portisféle csapatra, persze. És én azt gondolom, hogy ezek hiányoznak. Portis, Bilek. Vagy akkor említsük a lányokat, a polgárlányokat. Saks, igen, Ribi. Igen, tehát, hogy ezek azért nekem hiányoznak. És jó lett volna, hogyha a Portisékből is... Ribli, igen. Jó lett volna a Portisékből is többet ki tudunk venni. Egyszer voltam Baróti Lajos bácsi temetésén, és... Kétszer nem lettél... Igen, bocsánat, a fekete humor. De voltam még egyszer mondjuk Bicskei Berci bácsi temetésén is, és az az igazság, hogy mindig azt érzem, hogy amikor valakitől elbúcsúzunk így végleg, annyi minden tudás volt benne, és nem vesszük ki. És ez a maiaknak a hibája. Tehát most vannak ilyen fixa ideálmik az iskolában, hogy néha akarok ilyen rendezői vénával megáldva iskolai műsorokat szervezni, és az 56-os műsort, azt én az október 23-ai műsort, azt fölfűzném az aranycsapatra, és próbáltam a Kistarcsai Általános Iskolába megkérdezni, hogy ott volt körülbelül 80-100 gyerek, hogy hát mégis kire emlékeznek az aranycsapatból, és akkor volt egy nagyon rendes rác, aki föltette a kezét, és mondta, hogy Puskás öcsi, ó, szenzációs, de hát azért még találjunk már még egyet, és akkor egy olyan 3 perc után valaki azt mondta, hogy Nyilasi Tibor. És ez nem az ő hibájuk. Amikor én gyerek voltam, akkor mi arra voltunk büszkék, hogy a világon mindenhol elmondták az aranycsapat összeállítását. Most meg mi felnőttünk, akik úgy, ahogy még tudták, és nem adjuk tovább a gyerekeknek. És szerintem ezek nagyon-nagyon nagy hibák. Igen, ezek nagyon-nagyon nagy hibák, igen, csak a Fradi összeállítását nem hiszem, hogy bárki el tudja mondani, hiszen évről évre változik, csupa külföldivel meg se tudod ismerni. Persze, de ez régen felmondom neked a 66-os bajnok vasas összeállítását, Varga, Bakos, Mészői, Matesz, Berendi, Molnár, Puskás, Vartos, Korsos, tehát, de ma nem tudjuk elmondani a Fradi összeállítását. Világos, én arra vagyok büszke, hogy amikor én az NB1-ben játszottam, akkor körülbelül 4-5 mérkőzés volt, amit a TV közvetített egy évbe. Mégis egy olyan 3-4 év után azért mindenhol volt valamilyen ismertsége a futballistának. Most
minden mérkőzést ad a televízió, és fogalmunk nincs, hogy ki játszik benne. Pedig te követed, én is követem. Igen. Ha már 86-os világbajnokság, akkor a 86-os világbajnokság előtt volt egy felkészülés, akkor ezek szerint Linz mellett a hegyekben, utána hazajöttünk, és egy napot Pesten aludtunk, és utána mentünk ki a repülőtérre. Akkor még felszabadulás téren, akkor nyílt Pest legjobb fagyizója. Nem tudom, mi volt a fagyizó neve, ez ott volt közvetlenül a jégbüfé mellett. Nem, a jégbüfének a másik oldalán, igen, a túloldalán. És hosszú sor volt, ez egy szálloda mellett volt, és hosszú sor állt a fagyiért. És mi lejöttünk a szállodából, mert mi szerettünk volna ebből a fagyiból enni, és beálltunk a sor végére. És akkor még mindenki azt mondta, hogy menjetek előre. Ma már föl se ismerik a játékosokat. Ma már maximum füzest ki az enyémet is. De, és ezek azért valamilyen szinten bajok. Tehát, hogy akkor tényleg jó volt futballistának lenni. Hát ma is jó bizonyos szempontból, bizonyos csapatokban. Jó, más de szempontból, igen. Amikor én, ha már anekdotázunk, és próbálom elmondani, én 18 évesen, akkor negyedikes gimnazista lettem volna, amikor fölvittek az első csapatba, és adtak egy lehetőséget, hogy akkor az első csapatba edzhetek. Ez az kellett, hogy a negyediket estén fejezzem be, és akkor már volt szerződésem. Konyhai kisegítő voltam hivatalosan a Dózsa György úton, a 13. kerületben, ott volt a Honvédnek a központja, soha nem voltam a konyhán, tehát fogalmam sincs, hogy hogy nézett ki. Mondjuk szerintem a szakácsoknak és a vendégeknek sokkal jobb ez így, de 2800 forintot kerestem, és annyira büszke voltam erre az összegre. És annyira jó volt az, hogy azt csinálhatom, amit szeretek. Most azt gondolom, hogy nem baj, hogy ilyen összegeket keresnek, de nem biztos, hogy annyira büszkék. Azt kérdezted, hogy ösztönös voltam, vagy tudatos. Amikor gyerek voltam, akkor én nagyon szerettem volna futballista lenni. De soha nem gondolkoztam abba egyetlen egyszer, hogy válogatott futballista szeretnék lenni. Azt szerettem volna, hogy a Honvédba játszak egy-két meccset a felnőtt csapatba. Miért? Miért? Mert nekem is az álmom az volt, nem adatott. Mert aztán később az újságra válogatottban, igen, hogy a magyar himnuszt hallassam egyszer a Népstadionban, vagy bárhol a világon. Húha, magyar himnusz, ez nekem mindig egy nagyon-nagyon érdekes. Hallgattam a magyar himnuszt, és nagyon tetszik. Nem a magyar, egyszer, 56-szor. Nagyon tetszik a hangulata a bizonyos szituációkban a magyar himnusznak. A mérkőzés előtt nem tudok vele mit kezdeni. Tehát a mérkőzés előtt van egy élettanilag egy olyan szerepe a bemelegítésnek, természetesen, hogy fölkészüljünk a mérkőzésre, és a pulzus számot megemeljük annyira, hogy bármelyik pillanatban maximális pulzusszámmal kell pörögni a mérkőzésen. És amikor fölállunk ott, és 10 percig meghallgatjuk a két ország himnuszát, meg a lejattolgatunk ott mindenkivel, aki arra fele jár, és a tévékamerába énekeljük, vagy nem énekeljük, és a szívemre teszem, vagy a hátra teszem a kezem, vagy hogy oldom meg. Ezek nem biztos, hogy a bemelegítésnek a részei. Nem az egy érzelmi lökést? Egy érzelmi többletet? Nem. Azt gondolom, hogy ha minden mérkőzés előtt lejátszanánk a magyar himnuszt, nekem volt egy időszak, amikor nem tudom, hogy emlékeznek-e rá, amikor minden alkalommal úgy fejeződött be a tévéműsor, remélem most már nem így van, bár most már nem maradok fent olyan sokáig, hajnal 2-kor vagy 3-kor lejátszották a magyar himnuszt, és semmit nem adott már a harmadik, a hajnal 3-kor lejátszott. Most hülye hangzik, persze a magyar himnusz azért mindig az ember ad egy valamilyen töltetet, de a mérkőzés előtt ki kérem mondani, hogy nem kell azt feltétlenül. Most megnéztük a FTC Paks mérkőzés döntőt. Szerinted a Lajdunit érdekelte? Ja, nem, ők baromira nem. Tehát ez nagyon kínos, meg az Újpesten a játszák, hogy borzasztó kínos. Na de mégis várjál, bocsánat, 3-0-ra nyert a Fradi. A mérkőzés után foglalkozott valaki? De látszott rajtuk, hogy nem érdekli a himnusz. De foglalkozott valaki azzal, amikor 3-0-ra nyert a Fradi, hogy... Nem, mit? Nem, persze, hát nem. Akkor...
Tehát, hogy jó lenne egyszer, ha a magyar játékos föl tudná vállalni azt, hogy neki mérkőzés előtt az a feladata, hogy koncentráljon arra a mérkőzésre. Nem az a feladata, hogy kiénekelje a Doremi Fászót, vagy nem tudom melyik szólamot a nincs is ott énekes egyébként. Hát, oké, jó, meg áll a Istennek a mikrofon azért kicsit távolabb van. De, tehát, hogy ez jó lenne, ha egy kicsit rendbe tennénk. A mérkőzés után annak van egy óriási hangulata. Az természetes, az nagyon tetszik, mikor a közönség elénekli a csapattal. Az igen. A mérkőzés előtt nekem egy kicsit zavaró, de... Ez tudom, hogy számban van egyébként, hogy külön véleménye van, és mindenről sajátos véleménye van. Én nekem, ahogy látom az arcokat, a magyar játékosok arcát, a válogatottban például, nem csak a magyarokért, akár franciákat, angolokat, én azt látom, hogy beleélik magad, de lehet, hogy már a meccsre koncentrálnak, és nem a himnusz hiába éneklik. Lehet, hogy neked van igazad, végülis te álltál 56-szor ott. Nem, én azt gondolom, hogy szerinted a játékos látja, hogy pont őt veszik? Nem, nyilván nem. Hát ott állnak. Baj lenne, ha látná. Egy méterre tőle vannak. Igen. Tehát, hogy ott viszi a kamerát előtte. Igen, nem látja, persze. Dehogy nem. Hát de eljátsza. Hát nem figyelj arra. Már ide. Nézd már meg egyszer, nézd meg a másik csapatot, aki a másik ország himnuszát hallgatja. Igen. Hát igen, akkor igen. Megengedhetem magamnak azt, hogy a másik ország himnuszát... Mégis ezt csinálom, mert hogy nem fér be, nem kell nekem azzal foglalkozni. Még a rossz is megtanult a magyar himnuszt. Hát, jó, hát ezek azt mondta, hogy magyarul fog nyilatkozni, de nem ezt várjuk tőle, azt ne, várjuk, hogy a csapat nyerjen. Én emlékszem Lothar Matthäusra, aki úgy kezdte Cipruson, ha már említette Ciprus, hogy olvasta a magyar himnuszt. Kell az? Nem kell. Tehát egy Lothar Matthäustól elfogadom, hogy nem tudja a magyar himnuszt, majd ott dúdolgat valamit, hogy Isten áld meg magad. Jó, beszéltünk arról, hogy Franciaország, Belgium, Ciprus, Svájc, megjártad ezeket az országokat, és nyomot hagytál, hiszen Franciaországban például Pape mögött kétszer voltál második a gól lövő listán, ami azért nem kis teljesítmény. Hogy értette ezt meg akkor, hogy külföldre mehettél, mert ma már ez természetes, csak egyre kevesebben jutnak ki komoly csapatokhoz. Te azért bajnok esélyes csapatokban játszottál mind a négy országban. Hát, melyik részét hogy éltem meg? Előtte a Bognár Gyuri kiment Toulonba, és előtte mi Franciaországban voltunk a válogatottal felkészülni. Bálint Laci volt akkor a szövetségi kapitány. Franciaországban voltunk felkészülni, és akkor állítólag én is megtetszettem a Toulonnak. A Bognár Gyurit leigazolták talán 500 000 dollárért, és utána megkeresték a Honvédot, hogy hát akkor elvinnének engem is. Egy Courbis nevezetű, Roland Courbis, jó francia edző volt, tehát jó nevű edző volt, és tényleg jó szakmai munka folyt nála, és megkereste a Honvédot, hogy hát akkor megvennének engem is. 1 000 000 dollárt akartak ajánlani. A Honvéd azt mondta, hogy a Szekeres a Békés Csabából, ha föl tudják hozni, akkor elengednek engem Franciaországba. Nem tudom, mennyi pénzt akartak adni a Szekeresért a Békés Csabának, de volt egy kis különbség a Honvéd ajánlata és a Békés Csaba igénye között. Ezért mondták, hogy hát nem jön össze, mert hogy nem tudják a Szekerest megvenni, akkor azt mondta a Toulon, hogy akkor kifizeti ezt a különbséget. Arra emlékszem, hogy 1 150 000 dollárt adnak, és akkor a 150 000 dollár fedezi azt a különbséget, amennyi a Békés Csabának jár. És végül is a honvédelmi miniszter behívatta Bicskei Bertalant, mert az én pályafutásomban nagyon fontos szerepet játszik, behívatta Bicskei Bertalant, hogy hát akkor mi legyen, elengedjük-e a Kovács Kálmánt, vagy nem. És akkor mondta, hogy hát ha kell a pénz, akkor engedjük el. Azt mondja, hogy minek, hát eladok egy tankot, akkor sokkal többet kapok érte, és a tankot se kell eladni, tehát akkor maradtam így. A következő évben lejárt a szerződésem, és 500 000 dollárért adtak el az Ószárnak. 650 000 dollárt veszített a Honvéd ezen az üzleten, de igazából senkit nem érdekelt, hogy mi történik ez alatt. Ráadásul még volt egy olyan
tudom, hogy ki akarod kerülni, mert nagyon rendes vagy, és te hoztál le, és nem szeretnéd, hogyha végig szidnálak hazafelé úton, de ez alatt az egy év alatt történt egy olyan dolog, hogy a Debrecen-Bunda mérkőzés kiderült, és azt hiszem 3-4 napot töltöttem a börtönbe, hogy akkor azon a mérkőzésen játszottam, mennyi pénzt kaptam, hogy mi történt, és egy fél évig nem játszottam a Bunda miatt, míg azok a játékosok, akik részt vettek és külföldön voltak már, mert hogy eladták őket, vagy hát kint futballoztak, azoknak haza se kellett jönni, és azok nyugodtan játszottak tovább. Pedig én azt gondolom, hogy aki a futballöltözőben egy kicsit is járatos, az tudja, hogy 20 évesen nem nagyon szoktak a játékosok dönteni arról, hogy mi legyen a mérkőzés eredménye. Mégis, mivel hogy én azután a mérkőzés után is megnyilvánultam, és megjelentem a médiában, és a Lakattal beszélgettem, és mondtam, hogy igen, az fontosabb a magyar futballnak, hogy a Détári játszom, mint hogy a Kovács Kálmán, és nem baj az, hogyha én nem játszom, hogyha a Dömének megvan a játékjoga. Ezért mindenki úgy emlékszik, hogy a Sallai meg a Kovács Kálmán eladta azt a mérkőzést. Nem akarom mindenkinek elmagyarázni, hogy annyi közöm volt hozzá, hogy föltehettem volna a kezem, de hát 20 évesen még a kezemet sem mertem föltenni, mert ez a futballöltözőnek a hierarchiája, tehát ez teljesen normális, és aki volt már öltözőben, az tudja, hogy ennek így kell történnie, és a Honvéd öltözőben így is történt. Tehát, hogy amit mondtak a nagyok, szó szerint azt csinálták a kicsik. Szó szerintet értettük, igen. Szép finom megfogalmazásod. Kálmán, beszéljünk egy picit a máról. Én úgy tudom, hogy neked minden vágyad az volt, hogy a Honvédnak edzője lehessél. Ez nem teljesült a mai napig. Viszont testnevelő vagy egy 17. kerületi általános iskola és gimnáziumban, ahol azt gondolom szeretnek. Én örültem volna, hogyha annak idején nekem egy válogatott futballista testnevelő tanárom. Fociztok ti az órákon egyébként? A srácok. Melyik kérdésre válaszoljak? Mert 8 volt szabadon, benne, szabadon de akkor kezdjük a végével. Nálam nagyon ritkán van foci testnevelés órán, mert azt hiszik a mai fiatalok, hogyha a testnevelő tanár nem akar dolgozni, akkor kivisz egy labdát, meg ha felkészült, akkor valamennyi megkülönböztető mezt, és odaadja a fiúknak, akiknek a 60%-a játszik. Nekem ez azt jelenti, hogy a fiúk 40%-a már nem focizik, és a lányok meg csak nézik és csodálhatják ezeket a fiúkat. Sőt, ez a 60%. Ami jó érzés egyébként. A 60%-ban is úgy vagyunk, hogy minden csapatban van egy-két ügyes, aki megmutatja, hogy ő mennyire jó futballista, és a többin meg az a dolga, hogy ott álljon a kapufa helyett, és ezt nem tartom hatékonynak. Tehát én azt gondolom, hogy nem erről szól a testnevelés óra, hanem most el kell jutnunk odáig, hogy legalább valamit közösen játszanak. És a közös játék az nem biztos, hogy a futball. Tehát sokkal előbb a kosárlabda nálam, sokkal előbb a röplabda, mert hogy ebbe azért nagyjából mindenkit bele lehet vonni. Én nagyon szeretném, hogy az iskolában a foci komolyan szerepet játszana, és komoly programunk lenne. De nem azért, mert Gerazolikat akarunk, vagy Pison Pistákat akarunk, vagy Telekmoncikat akarunk kinevezni, csak mert tudom, hogy kik jönnek le. Igen, jövő hónapban, június 11-én Telekmonci jön majd. Neki próbálok egy kicsit alá dolgozni. Tehát én azt gondolom, hogy hanem azért, hogy egyre többen játszanak. Tehát, hogy most már vissza kell vinni a gyerekeket a játék oldalára, és meg kell tanítani őket játszani. Miért fontos a játék, és miért fontos a futball játék? A futball azért, mert az ügyetlenebbik végtaggal játszunk. Tehát, hogy a kezet azt használjuk nagyon sok mindenre. Az iskolába írunk, egyre ügyesebben, egyre szebb dolgokat rajzolunk, bármit csinálunk kézzel, de a lábunkat, a lábfinom koordinációt nagyon-nagyon ritkán használjuk. És a csapatjátéknak az a lényege, hogy el kell fogadni a másiknak a hibáit. El kell fogadni. Tehát ott a Sallai Sanyi annál a brazil gólnál, ha még jobban elcsúszik és elviszi a brazil csatára labdát, akkor a garabának ki kell jönni és ki kell keresztezni, és meg kell oldani ezt a szituációt, mert akkor fog nyerni a csapat. Ha a garaba bent marad középen, akkor beviszi a brazil balszélső, és ők rúgnak gólt. Így meg a Sallai Sanyi fölkelt,
megszerezte a labdát, indított, és ebből gól lett. És ezeket kell megtanulni a mai gyereknek, mert sajnos a telefon és az SMS nyaknál ennél sokkal fontosabb dolgokat kell átadni, és azt gondolom, hogy jó lenne, hogyha a futballt ilyen szinten el tudnánk vinni az iskolába, tehát hogy ezeket nagyon fontosnak tartanám. Bocsánat, az volt a kérdésed, csak ide hadd mondjam azt, hogy nem fontos a csapat, és a közösség, és akár egy ország, egy osztály, és az ország közössége. Tehát a futball, vagy bármilyen csapatjáték ezért fontos, mert a gyerek megtanulja azt, hogy közösségben hogy lehet mozogni és élni. Bocsáss meg, Honvédról akartál szerintem beszélni most, nem? Most átkötnék a közösségről a Honvédba, mert ezen a héten... Nincs túl távol egymástól. Kicsit bajban van a Honvéd, nem? Ezen a héten 122 kérdést hallottam, hogy jövő héten MB2-es vagy MB1-es a Honvéd, és már azt hittem, hogy jön a 123. Kommersz kérdéseket nem teszünk fel. De engem azért érdekel a kérdés, mert nem az a kérdés, hogy jövőre hol van, hanem az, hogy mi lesz belőle hosszú távon. Tehát, hogy tudunk-e kilépni ebből a... Hogy mondjam? Tehát ez a... A kritika az nagyon jó. Egyszer ültem egy előadáson, az Urbányi Pistié volt a TFN, akkor én mint hallgató voltam a TFN, és a média és a sport kapcsolatáról, vagy az edző kapcsolatáról beszélt, és a másfél órás beszélgetés volt, azt gondolom, hogy nagyon jó felkészült előadó volt, és nagyon sok ábrát mutatott, és nagyon sok mindent. Nekem mégiscsak egyetlen egy mondat maradt meg az előadásból, ami úgy szólt, hogy jó a kritika, csak ki szereticsezd meg. És én ezt gondolom, hogy most már a futball közegbe a nézőtérről nagyon-nagyon sok kritikai észrevétel érkezik a játékosok felé. Tehát akkor a túlzott gyűlölet van a futballisták irányában, ami nem normális dolog. És most a Honvédnál azt érzem ezen a héten, hogy van valami összetartó erő, és már emlékeznek arra, hogy Videoton ellen volt egy bajnoki döntő, amit megnyertünk, ami mekkora élményt adott, és nekem is vissza kellett térnem arra, hogy emlékezzek arra, hogy azon a Videoton elleni bajnoki döntőn hol ültem, mikor az Eppel Marci berúgta a labdát, és milyen érzés volt, és milyen érzéssel mentem haza. És sajnos erre tudatosan most már rá kell játszanunk. Tehát én ugyanúgy hajlamos vagyok a Dzsudzsák Balást szídni, de ott voltam a portugál-magyar 3-3-on, ahol jöttem ki a stadionból, és énekeltem ez az éjjel, vagy mit tudom én, mit kellett énekelni, nem tudom a tömeg. Ez az éjjel soha nem ér véget. Hát, az a baj, hogy a szövege még megvan, a dallama már biztos, hogy nem. Szerintem jobb, ha nem énekeljük. Szerintem is, tehát hogy akkor ki tudnánk üríteni ezt a koncertet. Már szint is megkérjük esetleg. De tényleg van adott élményt nekem. Innentől kezdve azt gondolom, hogy a kritika persze benne van, de fogadjuk már el azt, hogy ő akarja csinálni, és most most azt gondolom, hogy elmegy a Honvéd felcsútra, és a 4000 nézőből minimum 2000-3000 Honvéd szimpatizáns lesz, de mégiscsak az a 11 játékos akarja oda tenni magát a legjobban, hogy ne kapjon gólt. És a közösség segít, nem? Mennyit segít? Mindig az volt, amikor valahova kerültem edzőnek, akkor mindig megkérdeztem, hogy hát akkor vajon mit jelent a hazai pálya? És akkor mondták, hogy hát kiabálják ezt, kiabálják azt, közben szerintem semmit nem hallanak belőle. Nekem a hazai pálya azt jelentette a régi Bozsikba, vagy a régi Honvéd pályán, hogy tudtam, hogy a hengerműnek az ablaka itt van, akkor én hány méterre vagyok a kaputól, és hol van a kapu. Tehát a hazai pályán bármelyik szögből, bármelyik göröngyből megmondtam, hogy centire, hogy hol állok. Az Üllői úton ez már nehezebb volt. És egyszer, amikor a Honvédhoz kerültem, Bognár Gyuri volt a vezetőedző, én lettem a pályaedző, és kupameccset játszottunk a Honvédon, akkor az első edzésen az volt a Fradi pályán, hogy a kezdőkörbe bekötöttem a játékosok szemét, és párosával az egyiknek be kellett sétálni az üres kapuba, hogy érezze meg, hogy körülbelül mi van. Mert hogy ezek játékok, tehát hogy a hazai pálya az azt jelenti, hogy az öltözőbe tudom, hogy
mikor kell mennem WC-re, mert hajszál pontosan megmondom neked, hogy mikor, hol van, mikor lesz üres, melyik hanyadik be fogok menni. Idegenben nem tudom ezeket, nincsenek meg ezek a komfortérzések, és ezek kellenek ahhoz, hogy most azt kérdezik, hogy mit fog játszani a Honvéd. Nem tudom, mit fog játszani vasárnap, de biztos vagyok benne, hogy nem ugyanazt, amit szombaton játszana, és nem ugyanazt, amit hétfőn. Nem tudom, hogy a vasárnap melyik napja lesz, én bízom benne, hogy a jobbik napja lesz, de lehet, hogy a rosszabbik napja. Amikor kikerültem Franciaországba, tudom, mi kérdezni szeretnél, de ez most nálam, nem azért ülök itt. Nálam van a szó. Amikor kikerültem Franciaországba, akkor az első mérkőzésen kikaptunk 2-1-re, már meséltem a történetet egyszer-kétszer, és bementem az öltözőbe a mérkőzés után, ahogy jó magyar szokás szerint kell, és nagy lehezen levetkőztem. A többiek már fütyűrészve jöttek ki az öltözőből, és mintha mi se történt volna, készülődtek, felszálltak már szinte a buszra, én még lesevetkőztem. Amikor fél év után tudtam már annyira kommunikálni velük franciául, hogy ezt meg tudtam kérdezni, hogy ti állandóan kikaptok, vagy nektek ez a természetes? Szóval nem, mert lefújták a mérkőzést. Most már mit csináljak vele? Készülök a következőre. És tényleg így van. Fogadjuk már el, hogy megtettem mindent. Oda tettem magam, nem jött össze. Megint a másik példám az volt, hogy ezzel kapcsolatban, hogy azt mindenki tudja, hogy most Franciaország a világbajnok. Előtte fél évvel Luxemburggal otthon játszottak egy 0-0-át. El lehetett volna zavarni az egész csapatot. De akkor nem lettek volna világbajnokok. 0-0 volt Luxemburggal, kielemezték, hogy ki játszott rosszul, ki gyújtott gyenge teljesítményt, és ugyanazok játszottak a jövő héten. Mert elfogadtuk azt, hogy ültem fönt a lelátón Antwerpenbe, mert volt egy tércalak húzódásom, és 2 hónapja ültem fönt a lelátón. Érkezik egy idős úr, Kovács, mondom, mit fog mondani, mennyit keresek, hova viszem a sok pénzt, amit itt keresek. Mekkora gólt rúgott a Selke Brügge-nek? Micsoda? Egy gólt rúgtam a Selkének, és neki 2 hónappal ezelőtti gólom jutott eszébe. Tehát nem azt mondta, hogy milyen ügyetlen voltam, hány helyzetet hagytam ki, hányszor estem el kamura a 16-oson belül, hanem azt mondta, hogy a Selke Brügge-nek mekkora gólt rúgtam. Én elfelejtettem. Mert ő a pozitívra akart emlékezni velem. És ettől éreztem magam futballistának. Ettől mondja el minden futballista azt, hogy miért jobb külföldön. Persze jobb az euró, mint a forint, főleg most a forint árfolyama egy kicsit esik, tehát most akkor még jobb. De nem, attól jobb, hogy futballistának érzi magát. Tehát, hogy nem kell megmagyarázni, hogy miért keres 10-szer annyit, mint az átlag ember. Én ugyanúgy 10-szer annyit kerestem, mint az átlag belga, de mégis elfogadták. Mert tiszteltek, hogy én egy olyan sportágat űzök, ami népszerű, és esetleg így, ahogy jól csinálom, vagy rosszul. És nekünk ezt kéne megtanulni, hogy el kéne fogadni azt a rendőrt, aki igazoltat az úton, megállít, akkor el kéne fogadni azt, hogy ez becsületes. És olyan nehezünkre esik. Pedig nagyon sok becsületes van. Tudom, hogy ha most valaki megállít visszafele, akkor lehet, hogy inkább a jatra megy rá, de mégis úgy gondolom, hogy jó lenne, hogyha... Betartjuk a szabályokat természetesen. Én azért makacs vagyok egy picit, szóval azért érdekel, hogy a közönség ennyire nem hat rád meccs közben, nem ad egy plusz löketet, akár nehéz helyzetben egy biztatás, vagy annyira ki tudod és annyira kizárod, hogy ottomból 20 000-30 000 ember még telt ház, és visz előre. Vagy Szepesi Gyuri bácsi vitte előre az aranycsapatot. Erre azt tudom mondani, hogy a TFM, mikor tanultam, akkor azt mondták, és azt gondolom, hogy ezt át is vettem, hogy a sportolónak, vagy akkor a futballedzőként tanultam, a futballistának a 80 000 emberből ki kell hallani azt az egy hangot, amit az edzője mond, mert az ad neki plusz információt. Azt te hallod egyébként? Igen. Tehát nekem csak... Tehát amikor ugrál a Guardiola, meg a többiek. Persze, az, hogy fussak vissza, ha az edző mondja, mondhatja bárki. Nem fogok rá figyelni. Ha az edző mondja, azt nekem, ha jól vagyok, kalibrálva arra a mérkőzésre, akkor nekem azt onnan tudom, hogy ki van jó formában, hogy odafigyel rá.
Mert hogy neki csak az az egy információ ad olyat, ami segít. De amikor mondjuk a Simeone vagy Gárdiol ugrál, tombol, mondjuk Gárdiol nem annyira Simeone, igen, azt a játékos látja és mutogat, hogy hát azt tudod, azt a jelet? Te odafigyelsz egyáltalán? Te egy meccsre figyelsz, nem az edzőre figyelsz. Tehát a mutogatása nem hisz, hogy azt nézed, hogy az edző mit mutogat. Lehet, hogy én nem figyelek arra, de tudom, hogy a játékos társam mit csinál, és akkor nekem mit kell csinálni. Lehet, hogy nem pont nekem fogja. Lehet, hogy a mondjuk a Nagy Antinak, a középhátvédnek mutogat, de abból nekem rá kell jönni, hogyha őt föl akarja tölni a félpályára, akkor nekem a 16-osnak kell letámadnom. Ha őt vissza akarja vinni a 16-osra, csak annyit mutat a Nagy Antinak, hogy akkor visszaállunk, mert túl gyors az ellenfél szélsője, és befut mögénk, és be fogják indítani mögénk a labdát, akkor nekem abból már tudnom kell, hogy a körívnél nem mehetek előrébb, nem kezdhetem előrébb a letámadást. Ezek azok a dolgok, ami a futballistának információt ad. És hogyha jó formában van, és jól be van állítódva fejbe, akkor ezeket az információkat veszi. Ha nem, akkor történik az, onnan tudom, hogy melyik csapat lesz a vesztes, vagy a rosszabb, hogy az első szögletet megnézem, és hogyha az első ember fejeli ki, ne talántán térden rúgja az első embert, akkor az a csapat azon a mérkőzésen nem valószínű, hogy nyerni fog, mert hogy onnan már le tudod mérni, hogy az első ember találjuk el, az nem jó dolog. Kámi, te elképesztően elhivatott honvéd játékos vagy, drukker vagy, olvasva a Facebook bejegyzéseidet időnként. A honvéd most ugye pici válságot él meg. És picit? Nagyon. Nem olyan. Igen, és nem csak a helyezés miatt, amit te mondtál, hát valami nincs rendben a klubnál. Vállalnál-e szerepet a Honvédban, és van esetleg erre bármilyen szansz, vagy neked szándékod? Mert most azt gondolom, hogy egy nagy váltás előtt kell, hogy álljon ez a klub maga, a futballklub. Természetes, hogy vállalnék szerepet. Azt hiszem, most a C2-es kapunál az egyik kapuőrnek fáj. Tudtam, hogy ilyesmit fog mondani. Fáj a lába, és... Fele nem azt, igaz ennek egyébként. Azt hiszem, hogy őt fogom leváltani. Tehát én mindig vállalnék szerepet, de néha úgy elbizonytalanodom. Tehát én azt gondolom, hogy én azt hittem, hogy a Honvédban én leszek a vezetőedző, mert Tornyi, Reszeli, Szurgent, Glázer, mindenki mellett én voltam a pályaedző, és mindig én csináltam a szakmai munkát. Mindig mindenki rám bízta, hogy te jól dolgozol, te jó edzéseket tartasz, csináld meg. Bognár Gyuri, tehát hogy mindenki mellett voltam pályaedző, és azt hittem, hogy nekem majd jár a Honvéd vezetőedzői posztja. De most már rájöttem, hogy nem jár nekem semmi a számon kívül. Én egy csapatba szeretnék dolgozni, és hogyha egy csapat van, és a csapatnak én az egyik része vagyok, akivel hétfőn délelőtt összeveszünk azon, hogy melyik kapura rugó gyakorlat legyen, meg melyik a hatékonyabb, akkor jól dolgozom. Hogyha ennek a csapatnak a feje akarok lenni, az nem én vagyok. Ahhoz én már, hogy mondjam, más mentalitású vagyok, tehát én nem tudok nyugodtan végignézni egy meccset, engem minden második meccsen kiállítanának, a kispadról mindig elküldenének, ez nem én vagyok. Bogesz is megnyugodott azért. Az jó neki, tehát nem tudom neki, hogy sikerült, én ezekkel a játékvezetőkkel nem tudok megbékélni, mert nekem ezek a játékvezetők, én egy Hartmannon, én egy Pulsanyin, egy Kas, mindegy, tehát egy Wagneren nőttem föl, tehát hogy azt gondolom, hogy ezek a mai játékvezetők, ezek engem idegesítenek, meg kéne tanulniuk focizni, és akkor esetleg ebbe a szép sportágba valamit elérhetnének, mert így, mint játékvezetők, nekem nem teljesen klappolnak, de az, illetve mint edző, játékosként nem voltam annyira zűrös a játékvezetőkkel, talán két kupa meccsen állítottak ki, bajnokin még talán. Egyszer vissza is jött egy kiállítás után a pályára. Hát köszönöm, hogy a Fradi meccseket nézted legalább, akkor benned maradt. Az azért volt érdekes, mert hogyha, ez jó sztori egyébként. Hogyha érdekel, akkor Simon Tibiről állítottak ki. Előttem az Illés Bélát állították ki az első fél időben a Simon Tibiről. Na most a Béláról is azt tudja mindenki, hogy tört zúzott és szétvert mindenkit a pályán.
Szerintem nem, tehát hogy teljesen másról volt híres, de a Simon Tibi el tudta játszani, hogy megütötte és egyből pirossal kiküldték, ahogy engem is leküldtek egyből pirossal. Ami a történetben, csak én nem tudtam, azóta én is láttam a YouTube-on a felvételt, és nem tudtam, hogy szerencsétlen riporter miket beszél, milyen hülyeségeket beszél alatta, mert a következő volt a történet. Megtörtént a szabálytalanság, és hát gondoltam, hogy a Tibinek csak akkor fog összejönni a gyógyulás, hogyha nekem fölmutatják a piros lapot, mert ott fetrengett. Akkor én is elkezdtem fetrengeni, mert van egy olyan szabály, hogy a játékosnak mindig föl kell mutatni a büntetőkártyát. Tehát a sárgát, pirosat a játékosnak meg kell győződni. De csak akkor, hogyha áll. Nem lehet. Illetve ha legalább rád kell nézni. Én nem tudom, hogy természetesen senki nem vette észre. Én hordággyal vittek le, de én végig hasonfekve voltam a hordágyon. Tehát nem láttad a lapot. Tehát nem is mutathatta volna föl. Igen. Csak ezt a riporter elfelejtette, és azt mondta, hogy ez a Kovács Kálmán, ez milyen hülye, hogy vissza akar menni a pályára. Tehát elméletileg meg kellett volna győződnie arról, hogy én látom a lapot. Bocsát, vissza is mentél? Vissza is mentem, mert intett, hogy jöjjön vissza. Tehát a bírónak sem volt fogalma. Nem, fogalma sem volt, aztán utána a partjelző jelzett neki, hogy ez már ki van állítva. Szerintem akkor is föl kellett volna mutatnia még egyszer a piros lapot, de hát én nem tudtam, hogy ő a közvéleményt úgy tájékoztatja, hogy ez a hülye, ez biztos részeg is azért sétál vissza a pályára. Én azért sétáltam vissza a pályára, mert hogy elméletileg a játékvezetőnek föl kell mutatni, és ott a játékvezető hibázott, de hát ez természetesen az internet nem örökítette meg, és ezt most el tudom mondani, és mi négyen itt most már tudni fogjuk, hogy mi történt. De... Meg a tévénézők is. Igen. Jó, ezzel én lezárnám ezt a kis beszélgetést, ezt a részét, és úgy, hogy figyelmel kísérjük a Honvéd nem csak a meccsét, hanem az egész átalakulását, hogy merre és hogyan tart. Kedves nézőink, ezzel napi aktuálrovatunk végére értünk. Most reklámok következnek, majd Karikó Tóth Tibor szerkesztésében jelentkezik a Szentes Annó című műsorunk. Maradjanak velünk! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A tavasz első napsugarai melengedték, harmadcseppek és méhek szárnyai simogatták. Szentesi termelők gondozták, hogy természetesen zamatos ízével szolgálja egészséged. Szentes egyik legnagyobb épületgépészeti és kisgép szakáruházának, a Termoker Szentes Kft.-nek, Szentes Villogó utca 12 szám alatti üzletének főbb termékköreiből. Víz, gáz, fűtéstechnika, baxi, fég és hajdúsági gyártmányok, kondenzációs kazánok, totya és termomax, vegyes tüzelésű kazánok és radiátorok raktárról. Elektromos kerti, mezőgazdasági barkácsgépek, ipari felhasználású szerszámok. Új stíl szakkereskedésünkben Szentesen a Mátyás Király utca 33 szám alatt motoros fűrészek, kertápolási gépek, fűkaszák, permetezők, munkaruhák és munkavédelmi felszerelések. Minden egy helyen, amire a házban és a ház körül szükség van. www.termoker.hu. A vállalat, amely felelősséggel, lendülettel, minden nap a jövőért, értünk dolgozik. Mert a hagyomány kötelez. Akkor is én nagyon gyors vagyok? Akkor is. Papa, apa, akkor is, ha alszunk? Akkor is. Akkor is, ha... Akkor is. Jó. Akkor is, ha... Ha elmegy az áram, akkor is. Az új Vodafone otthoni internettel akkor is van net, ha nincs. Új Vodafone Internet Pro csomagok. Vezetékes és mobil wifi egy csomagban. Mindig van net. Together we can. Vodafone. Thank you.
egésznapos családi programok és Európa legnagyobb tűzijátéka a Duna felett. Találkozzunk a Nemzet fővárosában, Budapesten megrendezett 4 napos programsorozaton, és ünnepeljük meg közösen Magyarország születésnapját. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Szentes Televízió nézőit. Önök a Szentes Annó Plusz adását láthatják. Mai adásunkban Kotymán Lászlónak köszönhetően az 1970-es években működő FEK Amatőrfilm és Fotóklub 2 kisfilmjét láthatják. Az első kisfilm a Tükör címet viseli. Az 1975-ben készült alkotás több szentesi helyszínen készült, így tudtán kívül kordokumentummá is vált, felidézve a város 1975-ös hangulatát, utcaképeit. A filmet írta, játszotta és rendezte Kotymán László, az operatőr Molnár T. János volt. Következzen most a Tükör. Thank you.
1975-ben egy Kirándulás képei alcímmel forgatták le a most következő alkotást a FEK amatőrfilm stúdió tagjai. Film a filmben technikát alkalmaztak. Thank you.
Kedves nézőink, ezzel a honvédséghez több szálon is köthető, a Tiszti Klubban egykor működő FEK Amatőr Film és Fotóklub két kisfilmjét bemutató adásunk végére értünk. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Karikó Tóth Tibor és a vágó Viola István. Adásainkat visszanézhetik a Szentes Film weboldalon és YouTube csatornán. Viszontlátásra!